Közeledik a szilveszter, ilyenkor éjjel tűzi játéktól és petárdáktól hangosak az utcák, bár az emberek ünnepelnek, a házi kedvencek szenvednek. Dr. Burus István szekszárdi állatorvos azt mondja, a kutyák többsége nagyon fél a hangos durranásoktól. Az állat ilyenkor önkívületi állapotba kerül, nem gondolkozik, csak menekül. Ilyenkor sajnos sokszor fejvesztve menekülnek, elszöknek, esetleg olyan távolra el kóborolnak, hogy nem is találnak haza. Előfordulhat, hogy balesetet okoznak, vagy baleset éri őket, úgyhogy nagyon rossz a kutyáknak ez a szilveszteri tűzijáték és petárda durroktatás. A szakember elmondása szerint, ha a kutya pánikol, fontos, hogy maradjanak mellette és próbálják megnyugtatni. Hogy megelőzze a bajt, ilyenkor a gazda azt teheti, hogy biztonságos, zárt helyre viszi az ebet. Ez lehet egy garázs, egy szuterin, ahol el tud bújni a tűzijáték idején, illetve lehet nyugtató hatású készítményeket adni, ezekkel kapcsolatban ugye az állatorvosoktól lehet segítséget kérni. Ha valaki elkóborolt kutyát lát és úgy tapasztalja, hogy biztonságosan megközelíthető, akkor egyes benzinkutakon, menhelyen vagy állatorvosi rendelőben a négylábú csipjét leolvasva haza tudják segíteni a gazdájához.